Immár 7. alkalommal hirdette meg Tündér Olvasók elnevezésű szövegértési versenyét a Kecskés Gyula Városi Könyvtár Tagintézmény. A Magyar Olvasás Társaság fővédnökségével megrendezett, idén már országos szintre emelkedett verseny első két fordulója 2017. novemberében, illetve 2018. januárjában zajlott le. A március 23-án lezajlott szóbeli döntőn 10 csapat mérhette össze tudását. Ez a 7. tündérolvasó verseny kezdetben városi szintű volt, majd 2011-től regionális szintre emelkedett, majd 2015-től pedig biregionálissá vált, tehát az Észak-Magyarország és az Észak-Alföldi régió, ez a két régió kapcsolódott a versenyhez, ami ugye benne van a nevében, hogy szövegértő, olvasás népszerűsítő verseny, levelezős munkaformáját tekintve, tehát két fordulóból áll, és célja, ami nagyon fontos, ugye, hogy az olvasás népszerűsítést, a szövegértést, az élményközpontú műbefogadást segíti, és az külön öröm, hogy nem csak ugye a helybeli tanulók nevezhettek, hanem ugye a régió is 2017-től pedig kiterjesztettük országos szintűvé a versenyt. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, a zsűrit, mai nap főszereplőit, titeket, gyerekek és a kísérő pedagógusokat. A tündérolvasó, íme 7. tündérolvasó és országos olvasás népszerűsítő szövegértő versenyünkön. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zsűri tagit, a zsűri elnöke, Kertész Erzsi, írónő, akinek ugye a két könyve is szerepelt. A Magyar Olvasás Társaság, a Hunza elnöke, dr. Rókóné Lukács Ilona. Negyasszony Szilvia kolléganő, könyvtáros, helytörténeti könyvtáros. Az előzmények mindig ugye közé tesszük a felhívást, és akkor az őszi, illetve a következő évnek a január-február hónapján rendelkezés a kétfordulós feladatlapok kitöltésére, megoldására. Márciusban pedig, ahogy most is itt vagyunk, pedig a szóbeli döntőre kerül sor. A feladatok a szövegértést, a kreativitást fejlesztik, emellett a gyerekek a kortárs magyar irodalmat is megismerhetik. Sokkal nagyobb területegységet sikerült fölfognunk, idén országos szintre emelkedtünk, és ennek köszönhető, hogy 153 csapat jelentkezett. Ez talán még inkább meghatározó abban az esetben, hogyha a résztvevők számát említem, 415 fő jelentkezett és vállalt velünk együtt olvasást, ami azt jelenti, hogy egy iskolai létszámban gondolkozhatunk. 68 intézmény részéről 73 pedagógus vállalta ezt a fajta, mondhatjuk őszintén, nagy feladatot, hiszen versenyünk két fordulóból és fordulónként két-két könyv elolvasásából áll. Nagyon vártuk már ezt a napot, az az igazság. Kíváncsiak voltunk, hogy kik azok, akik ennyire kimagaslóan, ilyen sok-sok pontot gyűjtve vállalkoztak arra, ki közelebbről, ki távolabbról, hogy közöttünk ezen a délelőttön még egyszer felidézi, játékos formában megidézi a szereplőket, az eseménytörténetet, és egy picit bebizonyítjuk mindenki számára, hogy igenis van jövője a papír alapú könyveknek, és van olvasója, és lesz olvasója jövőre is, évek múlva is. A mai napon 8 feladatot terveztünk. Arra törekszünk mindig, hogy egy kicsikét megmozgassuk a gyerekeket, játékosságra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, tehát ülnek és megoldanak feladatot, utána egy kicsit mozognak, utána megint ilyen kis aktív részvételt várunk tőlük. Az első feladatunk egy keresztrejtvény lesz, amelynek a megoldását követően majd kérem szépen, hogy vegyetek elő egy darab kis mozaikot, teljesen mindegy, hogy melyiket, egyetlen egyet, és majd helyezzétek a képre. És akkor átadjuk a szót azonnal a keresztrejtvénynek, minden bizonnyal ismerős azok számára, akik már több alkalommal velünk voltak. Mind a 4 könyvből kérdezünk egy-két olyan információt, amelynek a segítségével kialakul a végső megfejtést. A 7. tündérolvasók a Hunra Magyar Olvasás Társaság támogatásával együttműködési megállapodás keretében valósult meg. A gyerekek tevékenységét 3-tagú zsűri értékelte. Fontos megemlíteni, hogy az idei évtől pedig a Hunra Magyar Olvasás Társaságnak a fővédnökségével valósul meg a rendezvény.
Itt lesz a mai nap a Magyar Olvasás Társaságnak az elnöke, dr. Varaukóné Lukács Ilona kolléganőjével együtt, és ő a zsűriben is benne van, illetve az ő segítségével jutottak el azok az ajándékkönyvek a Pongrácz kiadótól, amik erre a versenynek a díjazására is, de a következő években is ugye a szövegért versenyek díjazására szolgál. Önmagában az a tény, hogy Püspök Ladányból, tehát gyakorlatilag egy kisvárosból egy olyan vetélkedő indul útjára, vagy éredbe, ami országos hatókörű. Én ezt mindenféleképpen úgy értelmezem, hogy ez egy nagyon nagy elismerés a szervezőknek, hiszen benne van ugye már több mint 7 év munkája ebben. Ugyanakkor megelismerés nem csak az olvasástársaság részéről, hanem a résztvevők részéről is, hiszen az ország legtávolabbi pontján, Kőszegen vagy Székesfehérváron is úgy gondolták, hogy érdemes egy ilyen vetélkedőre benevezni. És ez mindenféleképpen egy olyan szint megugrását jelenti, amit az ország minden pontján magasra értékelnek. Volt egy technikája, de 6-os lett. 6 pontért szeretném, hogyha megválaszolnátok a következő kérdést. Hogy hívták Zeppelin vagy Zeppelin találmányát? Mi volt ez? Léghajó. Mondjad, akkor így van, de mondhatod te is. Léghajó, helyes a válasz. 6 pontot kap az agyrém kisasszonyok. Dr. Vraukóné Lukács Ilona elmondta, a gyerekek ma is szeretnek olvasni, de fontos, hogy ehhez már egészen kisgyermekkorban meglegyen a megfelelő motiváció, inspiráció. Nyilván elcsépelt ez a dolog, de hogyha odahaza az első 3 évben nem kapja meg ezt a fajta motivációt, akkor nagyon nehéz már a közoktatásba, és értve ide még az óvodát, vagy már az óvodát is, nagyon nehéz feladata van az óvodapedagógusnak, a pedagógusnak, de még mindig nagyon sokat tehet. És pontosan az ilyen kolléganők, mint a Püspökladány gyerekkönyvtárosok, Eszter, Tünde és a kolléganők, és mindenki, aki ebben őket támogatja, játszanak nagyon fontos szerepet abban, hogy a gyerekek az olvasást, mint hasznos szabadidőtöltési formát megszeressék. A gyerekek könyvjutalomban részesültek. Az ajándékkönyvek egy részét a Pongrácz kiadó biztosította a Magyar Olvasás Társaság számára. Nagyon ügyesen szervezik a vetélkedő szervezője nyeremények megosztását is, részben vásárlás útján, hiszen van egy minimális részvételi díja a vetélkedőnek, ami ellen sokan ágálnak, de én úgy gondolom, hogy ez egyfajta színvonalat is jelöl, mert így tudnak olyan dolgokat biztosítani, amit egyébként nehezebben lehetne összehozni, illetve van az ajándékkönyveknek egy olyan része, amit a Magyar Olvasás Társaság kapott a Pongrácz kiadótól az ősz folyamán, és azok az intézmények, többek között a Püspökladány, illetve a Debreceni Hadi Gimnázium, a Kaposvári Gyakorlóiskola kaptak ezekből a könyvekből jelentős mennyiséget, akik ilyen nagyméretű és nagy kiterjedésű vetélkedőt szerveznek, mert ugye a Püspökladányi vetélkedő most lépett az országos szintre, a másik két vetélkedő már a határokat is átlépte. Én nagyon bízom abban, hogy ez is ki fogja nőni magát, és lesz annyi bátorság és támogatottság is a szervezők irányába, hogy ezzel a vetélkedővel is át lehet majd a határokon lépni, és határon túli területekről is jöhetnek diákok. A 3 fő zsűri elnöki tisztét betöltő íróvendég ezúttal Kertész Erzsi volt, akinek Pantera a Hógömb fogságában, valamint a Küldetés című művei a verseny mindkét fordulójában a feladatok részét képezték. Konkrétan a Pantera kapcsán szerintem számomra és a kiadóm számára is egy óriási meglepetés volt az, hogy mennyire élénk érdeklődést váltott ez ki ennél a korosztálynál, ez a 8-9-10 plusz, tehát mondjuk úgy 14 éves korig. Volt egy ilyen hiány is egyébként kortárs kalandregényekből, erre most felfigyeltek a kiadók, úgyhogy szerintem ez egy szerencsés pillanat volt, hogy én mostanában jöttem ki ezzel a kalandregénnyel, mert óriási
érdeklődés fogadja a gyerekek részéről, és azt látom, hogy nagyon szeretik, úgyhogy én ettől nagyon boldog vagyok. És azt is látom, hogy most egyre több kalandregény kezd ennek a korosztálynak születni, pontosan ezért, mert talán ez az a műfaj, amivel a legjobban be lehet vonni őket az olvasásba, vagy az egyik olyan műfaj. Az írónőt Pantera című regény sorozatának hamarosan megjelenő harmadik, befejező részéről is kérdeztük. Én annyit szeretnék a harmadik kötettel kapcsolatban mondani, hogy már az illusztrálása zajlik, és áprilisban meg is jelenik. Nagyon sok poént nem lőnék le, de talán annyit, hogy a már megismert, jól ismert szereplők ismét szerepelnek majd benne, és hogy egy bizonyos módon ez le is kerekíti ezt a három részt, ez a harmadik befejező rész. A résztvevő gyerekek az eredményhirdetést követően kötetlen író-olvasó találkozón vehettek részt az írónővel.